Ember életet követelő tömegbaleset történt múlt hétvégén Herceghalomnál. Az M1-es autópályán 5 kamion és 37 személygépkocsi ütközött, összesen 39-en sérültek meg, köztük 10 gyermek. Egy holttestet később a roncsok alatt találtak meg. A szerencsétlenség legfőbb oka az autópályán átsöprő porvihar volt. Aki velem van most telefonon, az dr. Barta Károly, a Szegedi Tudományegyetem geoinformatikai természet és környezetföldrajzi tanszékének docense. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy kicsit más aspektusból próbáljuk megvilágítani ezt a balesetet. Docens úr, milyen hatással van a talajra a klímaváltozás? Hát a hatása nagyon-nagyon összetett, de talán azt lehet mondani, hogy alapvetően hátrányosan érinti, főleg az, hogy a csapadékeloszlás megváltozott. Tehát ugye régen klasszikusan nyár elején, tavasszal nyár elején volt a csapadék maximum, és ez mostanra áttevődött télre, vagy amit a tavalyi év, meg sajnos az idei év is bizonyít, hogy sok esetben ez a téli csapadék is nagyon csekélyke. Az idén nem volt annyira rossz, tavaly akkor rosszabb volt, és ez mondjuk pont a baleset kapcsán hozzájárul ahhoz, hogy márkor a tavaszi időszakban is kiszárad a feltalaj. És ezt ugye a szél fel tudja kapni. Tehát akkor a szél is hatással van a talajra? Mi történik ilyenkor a talajban? Vagy a talajjal? Hát maga az alapfolyamat az nagyon egyszerű, gyakorlatilag ha megfelelően nagy szélsebesség van, akkor az a talaj szemcséket felkapja és viszi. Úgyhogy lehet, hogy ezt néhány tíz méteren belül lelakja, de lehet, hogy ez magasabbra kerül, és akkor akár több tíz vagy több száz kilométert is képes ugye finom porfrakcióként utazni a levegőben. A másik, hogy azért a nagyüzemi talajművelésnek van egy olyan hátránya, hogy a talaj szerkezetét rontja. Ez évről évre egy picit számít, de hosszú időn keresztül, tehát ugye nálunk is már azért több évtizede vagy akár száz éve lehet nagyüzemi művelésről beszélni, és ez azt eredményezi, hogy a talajt alkotó nagyobb egységek, amiket agregátumoknak neveznek, ezek szétesnek kisebb darabokra, olyan kicsikre akár, hogy ezt a szél már el tudja vinni. Tehát akkor az intenzív tájhasználat is abszolút komplexen hat a talaj minőségére. Igen, mindenképpen. Mindenképpen. Nem csak nálunk, ez bárhol a világon sajnos egy megfigyelt tendencia, hogy minél intenzívebb a tájhasználat, vagy talajhasználat, annál több káros hatás jelentkezik, meg általában annál gyengébb lesz egy idő után a talajnak a termőképessége. Milyen földréteg borítja a Zsámbéki medence középső részét, ahol a baleset történt? Hát pont a baleset kapcsán néztem meg. Gyakorlatilag itt jégkorszakban lerakódott lösztakaró van, és ezen a löszön jó minőségű csernoziumok alakultak ki, amit úgy is lehetne mondani, hogy egykor jó minőségűek voltak, mert pont amiatt, hogy már évtizedek óta nagyüzemi szántóföldi művelés megy rajta, emiatt leromlott a szerkezetük is, szerves anyagkészletük is csökkent. Ugye itt még ilyen tényezőket is érdemes figyelembe venni, hogy alapvetően régen ugye a szerves istállótrágyázás volt a bevett gyakorlat, és napjainkra ezt jobbára fölcserélte a műtrágyázás. És a műtrágyázás ugye vízben nitrogént, káliumot, foszfort, de pont azt a szerves anyagot, amit mondjuk a betakarított növényel eltávolítunk, azt nem. És emiatt ezeknek az egykor jó termő talajoknak is a minőségük az hát lecsökkent. Nem csak a Zsámbéki medencében, hanem gyakorlatilag bárhol az országban. Különös tekintettel mondjuk, ha az Alföld jó minőségű csernoziumait megnézzük Békés megyébe, Hajdúságban, Bácskában, akkor ezek is azért jóval gyengébb minőségűek, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt. Tetszett említeni beszélgetésünk elején a csapadék mennyiségének változását. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék is befolyásolhatja a föld minőségét? Igen, ugye ez az, amit vízeróziónak nevezünk. Alapvetően ez lejtős területekre jellemző csak, de ennek ellenére az Alföldön is egészen pici lejtőknél, tehát 1-2 fokos lejtőknél is már ez tud működni. Nem feltétlenül úgy, hogy most látványos nagy barázdák, álkok mélyülnek a területbe, lehet, hogy tényleg csak annyi, hogy 1-2 centiméteres árok, onnan eltűnik néhány milliméternyi, néhány centiméternyi talajtakaró, tavasszal ezt fölszántják, nem is látjuk a nyomát, viszont szép lassan, 20-30-40-100 év alatt, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 1 méter vastag talajréteg is el tud
vékonyodni, mondjuk 20-30 cm-re. Ez egyébként rettentően jól látszik akár Google Maps-en vagy Google Earth-en is, hogy a sötét színű talajban világosabb, vagy talaj felszínen világosabb foltok látszódnak, általában itt már erőteljesen erodált a talaj. Hova tűnik a talaj felszínről az a réteg, amely most már nincs ott? Hát ez attól függ, hogy mi viszi el, hogyha víz viszi el, tehát vízerózióval tűnik el, akkor általában ez a közeli patakvölgyekbe lerakódik, hogyha esetleg egy nagy áradás, tehát nagyon nagy csapadékhullás idején áradás formájában, akkor ugye nem is a mederben, hanem az ártéren rakódik le. Illetve hát végső soron ugye ez tovább megy aztán az egyre nagyobb patakokba, folyókba, vagy tavainkba belejut, tehát tipikusan ugye a Velencei-tó meg a Balaton vízgyűjtőjén is ez egy komoly konfliktus forrás, hogy a mezőgazdasági művelés, a kiszólt műtrágyák, amik onnan lehordódnak, azok előbb-utóbb bejutnak a tóba, ott ugye fölhalmozódnak iszap vagy üledék formájában, és gyakorlatilag ezek eutrofizációt okoznak. Tehát gyakorlatilag túlburjánzik az élővilág, akár halpusztuláshoz vezethet, hogyha ez olyan mértékű lesz, hogy utána az oxigén elhasználódik, az oldott oxigén. Tehát gyakorlatilag ugye ez az, amire azt szoktuk mondani, hogy minden mindennel összefügg. Tényleg az, hogy a Balaton vízgyűjtőn valahol egy intenzív szántóföldi művelés van, az mondjuk a Keszthelyi strandnak a vízminőségére is kihat. Ha éppen növénytakaró borította volna ezt a területet, akkor nem lett volna ekkora porvihar? Ekkora biztos, hogy nem. Elképzelhető, hogy akkor is lett volna, de lényegesen kisebb. Mert amellett, hogy a talajfelszín száraz, a másik fő tényező, ami elősegíti a szélerúziót, hogyha csupasz ez a felszín. Hogyha a tulajdonos rendszeresen vizsgálja a talajt, amelyben termeszti a növényeket, akkor ezt milyen módon teheti meg, illetve hogyha látja az eredményt, akkor hogyan előzheti meg, hogy talajerózió, vízerózió történjen? Hát az a baj, hogy ez nem igazából tulajdonosi szint, hanem itt érdemes rendszerbe gondolkozni. Két mód van rá. Az egyik, hogyha mégis van csupasz szántóterületünk, már pedig van elég sok az országban, akkor mezővédő erdősávokkal lehet ezen segíteni. Erre vannak jó gyakorlatok, tehát Szeged környékén is például most elég komoly erdősítések folytak. Lehet, hogy az ország más részein. Ez gyakorlatilag kimutatható, hogy a szélirányra merőlegesen milyen sűrűséggel, milyen famagassággal érdemes ezeket a mezővédő erdősávokat telepíteni. Pont egyébként itt tanszékünkön is foglalkoztunk, vagy többen foglalkoztak ezzel a témával, meg a Debreceni Egyetemen is elég komoly szélerúziós kutatások vannak. Tehát ez az egyik része a mezővédő erdősáv. A másik meg maga a talajtakarás megvalósítása, ami ugye a jelenlegi bevett mezőgazdasági gyakorlatban nem annyira működik, hiszen ugye a legfőbb szempont az, hogy a haszon növény teremjen. Vannak olyan módszerek, ökológiai gazdálkodás, no tillage, minimum tillage, tehát minimális művelés, vagy abszolút a talajművelés elhagyása, ami nyilván egy csomó egyéb problémát fölvet, meg kérdéses, hogy akkor a terméshozam is milyen lesz, de erre is vannak nagyon-nagyon jó gyakorlatok, úgy tűnik működik, valószínű, hogy kevesebb profitot termel egy ilyen gazdaság, hogyha tényleg bizonyos talajvédelmi, környezetvédelmi szempontok is ebben benne vannak. Tetszett említeni, hogy nem elsősorban tulajdonosi feladat. Ki az, aki átlátja egy területnek a gazdálkodását, és esetleg rá tud világítani ilyesfajta kihívásokra? Hát ez nagyon jó kérdés. Ennek a részleteiben nem látok bele, de gyakorlatilag mindenképpen, ha vízerózióról van szó, akkor vízgyűjtő szintű összefogás kell. Szélerúziónál ott is úgy gondolom, hogy nagyobb területek. Nem ismerem ennek a szervezeti kereteit, hogy tényleg ezt ki tudná úgy összefogni, hogy ez hatékonyan működjön. Mindenképpen szerintem kell egy olyan háttértörvényi szabályozás, ami vagy valami kompenzációs rendszer révén kompenzálja pont azokat a gazdákat, akiknek ugye a területükön ilyen mezővédő erdősávok vannak.
hát vagy hosszú távon ki kell vonni a mezőgazdasági művelésből ezeket a sávokat. Kik azok a szakemberek, akik egyébként a talaj minőségének vizsgálatával, klímaváltozás és a talaj összefüggéseivel, a talaj minőségének összefüggéseivel, illetve például ezeknek az erdősávoknak a megtervezésével foglalkoznak? Hát tudományos műhelyként a Debreceni Egyetemet tudom említeni, ott Négyesi Gábort. Itt a mi tanszékünkön régebben folytak ilyen kutatások. Szatmári József Harsangban, de a Bartos Máté neve fényjelezte ezeket a kutatásokat. Ők geográfusok, környezetmérnökök? Geográfusok, jobbára geográfusok, hát egy földrajzosok, ahogy magunk ezt szoktuk mondani. Például egy ilyen erdősáv megtervezése az egy tájtervezés része, tehát egy környezetmérnöknek a feladata? Környezetmérnök, geográfus, erdőmérnök, tehát hogy sok tényezés a dolog. Sok tényezés a dolog. Szerintem az első lépés az, hogy az önkormányzatok meg a mezőgazdaság szereplői fölismerik, hogy erre szükség van, és erre muszáj áldozni. Mert hosszú távon gyakorlatilag elfogy a talajtapadunk. Ha jól tudom, akkor önöknél a Szegedi Tudományegyetemen ebben a témában egy konferenciát is szerveznek hamarosan. Igen, jövő héten lesz a Natural Hazard című konferencia, vagy nevű konferencia, csütörtök pénteken, tehát március... Március 23-án és 24-én, igen. Igen, akkor ezen a három napon. Egy nemzetközi konferencia, környezeti veszélyek és a klímaváltozás címmel. Igen. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt percekben velem volt dr. Barta Károly, a Szegedi Tudományegyetem geoinformatikai természet és környezetföldrajzi tanszékének docense volt a telefonvonal másik végén. Még egyszer köszönöm.